az teltházas, és 5 évvel ezelőtt is meglepődtök, amikor azt, ha jól emlékszem, akkor 54 nap kellett ahhoz, hogy beteljenek a nevezési listák. A rákövetkező évben ehhez már csak 54 órára volt szükség, és akkor már jó pár olyan csalódott csapat is szerepelt a várólistán, akinek nem tudtunk végül lehetőséget biztosítani, de az 54 órából tavaly előtte 37 perc lett, tavaly pedig mindössze 22 perc volt szükséges ahhoz, hogy a verseny beteljen. Én azt gondolom, hogy így ennek következtében, ennek a számnak a tudatában nyugodtan kijelenthetjük, hogy az ilyen létszámú verseny tekintetében az MNU-tra Balaton Magyarország legnépszerűbb futóeseménye lett. És ami meglepett tavaly minket, számítottunk rá, hogy ez meg fog tenni ez a verseny, ez nem volt számunkra azért óriási meglepetés, de az, hogy a 22 perc után a rákövetkező egy órába további 800 csapat, tehát körülbelül 10 000 ember jelentkezett be arra, hogy fusson ezen az eseményen, ez azért minket is meglepett, és én múltkor egy újságban olvastam, és egy kicsit meg is mosolyogtam, hogy októberben indul a Magyar Futótársadalomban az úgynevezett Lig bajnokság, ami arról szól, hogy ki kerül be az Ultrabaltonra és ki nem. Egy biztos, hogy ennek tudatában mi nagyon optimistán nézünk a jövőre, és bízunk benne, hogy az idei évet is teltházzal fogjuk tudni zárni. Azt is szem előtt tartjuk, hogy minden évben törekszünk arra, hogy egy kicsit nyújtózkodjunk, és egy picit több futót tudjunk beengedni, de a legfontosabb számunkra az, hogy ahogy Botond is említette, minden egyes futó ugyanazt a szolgáltatást, ugyanazt a színvonalat fogja kapja, így pedig szem előtt tartjuk azt, hogy a mi vállalkozásunkat is két dolog ölheti meg, hogyha túl gyorsan, vagy ne talán túl lassan fejlődne. A túl gyors fejlődés gátjaként mindig szabunk a létszámlimitet. Idei évben 15 000 futót fogunk tudni fogadni, és ez körülbelül 1500 csapatot és reményeink szerint 300 egyénit jelent. Van még az idei évben egy másik nagy változtatás is, az pedig az, hogy az ultraverseny, az egyéni futókat, akik tavaly 300-an voltak, és a 2-3 fős csapatok, akik viszont már ultratávot futnak, őket leválasztottuk a szombati versenyről, és ők pénteken reggel 7 órakor fognak nekivágni 221 kilométeres körnek. Nem titkolt szándékunk az, hogy nem a spártatlan kvalifikációkat szeretnénk bevonulni a történelembe, hanem szeretnénk előrelépni, és határozott célunk, hogy az Ultra Balaton egyéni versenyszáma Európa egyik legrangosabb, ha nem a legrangosabb versenyévé nyújjék ki magát. Tudjuk, hogy ez nagyon hosszú munka, tudjuk, hogy nem lesz egyszerű menet, de hiszünk magunkban, és hiszünk abban, hogy egy csodálatos környezetben egy továbbra is egy nagyon-nagyon színvonalas jó versenyt fogunk tudni lebonyolítani.